Óriási a nyomás az ukrajnai fegyverszállítások és az újabb szankciók ügyében, azonban a kormány nem adja fel a béke melletti elkötelezettségét, ezt Szijjártó Péter mondta Brüsszelben. A külgazdaság és külügyminiszter hangsúlyozta, a tagállamok többsége hisz abban, hogy a háborúnak lehet katonai megoldása, miközben ez a harcok elhúzódásának kockázatával jár. Elmondta azt is, hogy Magyarország mindaddig ellenezni fogja az európai békekeret fegyverfinanszírozásra szánt következő 500 millió eurós részletét, amíg Ukrajna nem veszi le az OTP-t a háború nemzetközi szponzorainak listájáról. Balázs folytatja vendégével. Köszönjük szépen a szót. Itt van velünk a stúdióban Tóth Erik, az Alapjogokért Központ Kutatási Igazgatója. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Valóban, ugye azt mondtam a sajtótájékoztatóján, külügyminiszter úr, Sziátó Péter, hogy nagyon-nagyon nyomás az Európai Unión belül az újabb fegyverszállítások, illetve a szankciók körében, hogy újabb szankciókat hozzanak Oroszországgal szemben. A kérdés az, hogy meddig mehet-e? el ez így még, mert hogy egyre többször hallani, hogy bár a politikusok és az Európai Uniós tagállamok vezetői még mindig szorgalmazzák ezeket, de a lakosság nem feltétlen. Jó kérdés. A problematika továbbra is azt szerintem, illetve ahogy én látom, hogy bár eltert most már 453 nap az orosz-ukrán háború kirobbanása óta, Ebben az időszakban sajnos az úgynevezett álláspontok közötti különbségek hát nem lettek kisebbek, és akkor még finoman Fogalmaztam, ugye van Nyugat-Európában egy olyan politikai blokk, egy olyan politikai elit, amelyik úgy gondolja, erről beszélt egyébként Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is a mai tanácsűrés szünetében tartott sajtótájékoztatóján, ők azt mondják, öm, ez a politikai elit, hogy ezt a... Konfliktust, ezt a háborút, ezt katonai módon le lehet zárni, magyarán Ukrajna győzedelmeskedni tud, nyugati segítségen keresztül, illetve nyugati segítség révén. Még ugye itt van Magyarország, illetve Magyarországon kívül a globális politikai többség, amelyik azt mondja, hogy ennek a konfliktusnak igazából tűzszünettel, illetve békével lehet a legkorábban vége, és ez lenne a legoptimálisabb végcél, ami felé törekedni kéne. És az önkérdésére a válaszom az, hogy nyilvánvaló az, hogy vannak most is Nyugat-Európában, vagy az Európai Unió egészében békepárti szólamok, békepárti hangok, de azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos ez Nyugat-Európában a politikai döntéshozók viselkedését, magatartását jelen pillanatban nem befolyásolja. Mégpedig azért nem, mert ebbe a konfliktusba ők beleálltak, hát csak a mai nap híre, amiről mi itt beszélgetünk, mi szerint 500 millió euróval szeretnék az európai békekeretnek nevezett költségvetésen kívüli eszköznek az állományát megnövelni. Ez egyetlen egy dolgot jelent, hogy még tovább szeretnék folytatni a fegyverszállításokat, a háború még mégpedig azért, mert ők úgy gondolják, hogy ennek a konfliktusnak előbb-utóbb valamilyen politikai és katonai akciók révén véget lehet vetni. Tehát sajnos nem tudom megmondani, hogy meddig lehet még ezt a rétes tésztát nyújtani, de az biztos, hogy ha az európai közvéleményen múlna, legalábbis szerintem, akkor azért ez a politika, ez más irányt vett volna már a közelmúltban is. Ja, ha már említette az európai békekeretet, azt is említettem a mai sajtótájékoztató miniszter, hogy már 5,7 milliárd van. eurót adtak Ukrajnának gyakorlatilag, vagy fordítottak az ukrajnai fegyverszállításokra. Az egy érdekes kérdés, ugye Szijjártó Péter miniszter úr azt is mondta ezen a tájékoztatón, hogy Magyarország nem fog engedni az álláspontjából, és hihetetlen nyomás az Európai Unión belül ide vagy oda, de továbbra is a saját nemzeti érdekeit fogja nézni Magyarország, és a békét próbálja előmozdítani. Miért van Ennyire, ennyire, magányosan ezzel az álláspontjával a többi uniós államhoz képest Magyarország? Mik a mi érdekeink? Én úgy gondolom, hogy először is a geopolitikai kitettség az. Azért Magyarország csak egy olyan tagállama az Európai Uniónak, amely közvetlen szomszédságban van egy bizonyos határszakaszon keresztül Ukrajnával. A második pedig egy teljesen egyértelmű történelmi okokra visszavezethető sajátosság. Azért Kárpát alján jelentős számú magyar kisebbség és nemzetiség él jelen pillanatban is. Ők napról napra az elmúlt 453 napban volt, ennek a konfliktusnak a következményeinek téve, tehát Magyarország számára van egy kettős kötődés a háborút illetően, ami már bocsánat, de a többi európai ország tekintetében nem mondható el, és ebből kifőleg ez a vélemény különbsége szerintem kifejezetten érthető, sőt, még azt is megmerem állítani, vagy azt a kijelentést is megmerem kockáztatni, hogy ez indokolt is. Ami itt a probléma, az mégiscsak az, hogy ettől függetlenül azért az látható legalábbis szerintem, hogy a magyar fél minden komolyabb politikai döntést megelőzően az Európai Unióban próbál a józan hang irányából közelíteni a konfliktushoz. Mit mondott mai is Péter? Azt mondta, hogy az európai békekeret az egyébként lehetne egy jó eszköz, mert azt a célkitűzést szolgálhatná, hogy az ilyen és ehhez hasonló konfliktusokat megelőzzék vagy elkerüljék, csak jelen pillanatban ennek a béketernek, illetve békekeretnek az összegét azt nem arra fordítják, hogy például a Nyugat-Balkánon a különböző problémákat orvosolják, hanem arra fordítják, hogy utólag finanszírozzák azoknak az Európai Uniós tagállamoknak a kiadásait, akik egyébként ezeket a kiadásokat kiadásokat Ukrajna támogatására, fegyverekkel való ellátására költötték. Tehát a véleménykülönbségek mögött nyilvánvalóan van egy ilyen teljesen természetes ok is, illetve én azt is látom, hogy a háború kapcsán egyszerűen nem sikerül megérteni egymás sem az Európai Uniónak, sem pedig adott esetben a többi tagállami képviselőnek, mert nem értik azt, hogy ez a háború nem érhet véget máshogy, ebben az esetben a finanszírozásnak, illetve a fegyverszállításoknak köszönhetően, mint hogy egy eszkalációs spirálba belekerülünk, ami pedig mondanom se kell, hogy milyen negatív következményekkel és bórus kirátásokkal járna számunkra. Azért az érdekes, most beugrott egy elemző mondta pont a nap, hogy békekeretnek hívnak egy olyan forráshalmaz, amiből fegyvereket finanszíroznak. Konkrétan szóval most ez történik. Igen. Érdekes megfogalmazás. Picit beszéljünk arról, mert miniszter úr is érintett, hogy mi állhat a mögött, és mi az oka annak, hogy Ukrajna az utóbbi időben több hát, hogy is mondjam, barátságtalan lépést tett Magyarországgal szemben, ugye miniszter úr is mondta, hogy addig blokkoljuk a forrásokat Ukrajnának, amíg az OTP-t le nem szedik arról a listáról, amit nemrég raktak rá, ugye, mint a háború szponzorainak. Ugye ezt nem is nagyon értette a magyar kormány, hogy ennek mi, mi oka volt, feltettek az ukránok. Illetve itt van ugye a nemzeti kisebbségek, ügye az oktatás, ugye a kárpátai magyarság szeptembertől ugye újabb jogfosztást szenvedhet el. És hát itt volt ugye, ami egy sajtóhír a Washington Postban jelent meg, de a barátság kőolaj vezeték felbontásának. Mi állhat -e mögött ezek mögött az ügyek? Okay. Így van, talán a legsúlyosabb, bár most nem szeretnék véletlenül sem egy fontossági sorrendet felállítani, de az elmúlt időszak híreit tekintve mégiscsak az a kiszivárgott egyébként hírszerzési dokumentum sorozat, amelyik a Washington Postban jelent meg legutoljára, ami szerint Zelenszky elnök egy az ukrán miniszterelnök helyettessel folytatott beszélgetése során azt mondhatta, hogy ők elgondolkodnának azon, hogy felrobbantsák a barátság, barátság kőolaj vezetéket. És ez a hír szerintem azért rendkívül érdekes, mert korábban az ukrán politikai vezetés tett már olyan kijelentéseket, amelyek a barátság kőolaj vezeték elzárására, vagy az azon történő kőolaj szállításának az ellehetetlenítésére vonatkoztak volna. Nem idézném most ezeket a mondatokat, de ez sajnos nem egy új keletű ötlet ilyen értelemben, ami nyilvánvalóan azon túl, hogy rendkívül barátságtalan gesztusként, vagy legalábbis ötlentként értelmezhető, felveti annak a kérdését is, hogy vajon az Európai Unió politikai képviselői, gondolok itt elsősorban Ursula von der Leyenre, miért nem gondolták úgy egyből, hogy személyes, személyükben is el kell határolódni ettől a politikától, illetve ettől a kijelentéstől, mert itt egy dolog történt, legalábbis a kiszivárgott dokumentumok és a Washington Post állítása szerint, amit szerintem most érdemes komolyabban vennünk, az, hogy egy szuverén nemzetállam belpolitikai ügyeiben megpróbál beavatkozni egy egyébként megtámadott Ukrajna politikai vezetője. És én úgy látom, hogy ez a problématika, ez már túlmutat az elmúlt tíz év rendkívül barátságtalan Magyarországgal szemben tanúsított ukrán külpolitikáján. Ez semmi máshol nem szól, mint arról, hogy Magyarország foglaljon az ő szerintük, hely, foglalja el azt a helyes pozíciót, amelyet eddig nem volt hajlandó vonódjon be a háborúba, támogassa a fegyverszállításokat, és ezzel szemben tulajdonképpen magára rajzoljon egy célkeresztet, ami legalábbis az orosz politikai vezetés ellenézését kiválthatná. Egy mondat, már nagyon lejárt az időnk. Miniszter úr vesz, hogy készül a 11. szankciós csomag, így gyakorlatilag el lehet európai cégek Oroszországon kívüli exporttevékenységét, illetve ugye 8 kínai vállalat ellen is hoznának korlátozó intézkedéseket. Milyen hatással lehet ez a gazdaságra, a európai magyar gazdaságra? látva az eddigi szankciós csomagok hatásait? Hát az eddigiekből kiindulva én azt mondanám, hogy ez az újabb szankciós csomag a lehető legrosszabb ötlet, amit ebben a pillanatban meg lehetett hozni, mert hosszú távon az európai politikai folyamatok, illetve a gazdasági folyamatok romlását, a gazdasági növekedési kilátások leromlását, illetve az európai életszínvonalat is veszélyezteti. Szerintem egyetlen egy tanulsága van az eddigi szankciós csomagoknak, hogy ezt így nem lehetne folytatni, mert Oroszországot nem gyengítik, ellenben Európát sokkal rosszabb helyzetben hozzák, mint a, elő, mint a szankciók előtti állapot volt. Tehát röviden összegezném, szerintem értelmetlen erről vitázni jelen pillanatban, de ez az Európai Unió szuverén döntése, ha úgy gondolják, hogy ez segítség, hát akkor hajrá! Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm én is a lehetőség